Yeah. Sexy boy in the ground. Just say so. I get the award. Check it out. Have a statement. Szeretném még valami mást is. Nem. Szóval, hogy van ennél több? Hát akkor. Csak. Elmegyek. Utána még tökre várt vagyok, tud. És lehet valamit csinálni? Nem, ez nem, ez így törvény szerint. Hát hát örökké semmi sem. Hát kösz szépen. Igazán jó esik. Hát ezt most ne vedd magad el. Most már később már magamra vettem. Jó, de te mindent jól csinálsz. Úgy tűnik, hogy azért mégsem. Kábotok. Kár. Tudod, most olvastam egy könyvet. Hát Tao az így azt mondja, hogy szex közben nem megy el a férfiakkal, mert csomó előnye van. És például? Hát, hogy utána is kívánnának, mondjuk. Nagyon fel van dobva valaki. Hú, tehát te vagyok zsolva. Nem, csak most olvastam egy új meditációs technikáról, és de mielőtt figyelj, bármit mondasz, ez az igazi. Aha, persze. Nem, tényleg. Ez elképesztően jó. Figyelj, ez előzőre is ezt mondtad. Jó, de ezt volt a Buddha is. Hú, aztán. Én nem akarom letörni a lelkesedésedet, de mindig ugyanilyen nagy elánnal szaladsz bele, és aztán a végén csalódás. Jó, de most nem lesz. És ezt honnan tudod, hogy hát, nem lesz? Mert érzem. Jó, akkor is érezted, eddig is mindig. De most máshogy érzem. A mahari sótól is annyira meg voltál őrülve. Maharisi. Maharisi. De egyébként meg nem, jó lett volna az a technika, nem volt vele semmi baj, csak arra a Mici Mackó is jó lett volna, hogy kántálgassuk a sötétben az isteneik nevét. Hát érdekes, akkoriban nem így vélekedtél. Jó, hát ahhoz, hogy így vélekedjek, ki kellett próbálnom, nem? Te is mielőtt megveszed a ruhát, felpróbálod előttem. Hát így van, pontosan én felpróbálom előtte, te viszont megvetted, mielőtt felpróbáltad volna ezt a kis mici-maci történetet, nem is kevés pénzért. Jó, most mit vagy úgy oda? Hát mondjuk például abból a pénzből elmehettünk volna nyaralni is. Jó, de most inkább most költök ilyenekre, nem? Miért szerintem most még mindig ott? Hát, mikor mondjuk, kell a gyerek. Ez ne best gondolok. Ja, nem, kösz, nem kérek. Én mondom, hogy érdekel? Mi? Ez a technika. Ja, persze. Jó. És mi van? Nem mondod? Csak nem tudom, miért vagy ilyen negatív. Negatív? Nem, már nem vagyok negatív. Egyáltalán nem fülig ér, azt talán. Na. Nem mesélek. Látom, hogy nem érdekel. Hát de érdekel, nem arról az, hogy nem érdekel, csak hát már annyi ilyen, ez most az igazi történetet hallottam. Ó, szerintem meg csak féltékeny vagyok. Féltékeny? Igen, Buddhára vagy ki, mire vagyok fél? Nem, hanem hogy ez most jobban érdekel engem, mint te. Most elmeséljem? Meséljed. Jó, már nincs kedvem. Úristen, ezt nem mondod komolyan. Ezért kellett ekkora felhajtást csinálni, hogy végül el sem mondjad neked. Ki csinál felhajtást? Én nem csinálok meghajtást, egyszerűen csak tök jó kedvem volt eddig, te meg itt így. Jó, oké, sajnálom. Hőrület. Jó, bocsánat.
érdekel nagyon. Ja, látom. Hogy mondjam el, hogy mennyire érdekel? Mit csinálják, hogy észrevesz, hogy én mennyire kíváncsi vagyok erre? Tényleg? Na. Ez most az igazi. Ilyen butha, butha örök. Na, mondd el, na, tényleg. Ki is próbálom. Vagy én nem tudom kipróbálni? Nem, hát tegyenes háttal kell ülni. Na. És akkor így tök erősen kell koncentrálni a légzésedre. Addig, amíg le nem áll. Most koncentrálni kell. Most szabad akkor koncentrálni, jó? Igen, itt szabad. Oké. Okay. Koncentrálom. Rád is koncentrálok. És akkor? És akkor megjelenik majd egy csomó érzés a testedbe, hát, aztán... Ez biztos. Már meg is jelent. Most belevágsz minden szavamba, ez lesz végig. Bocsánat, bocsánat. Ja, és akkor így... Hát így el kell fogadni ezeket az érzéseket. Uh-huh. És aztán? Hát... Így tudomásul veszed. Igen? Uh-huh. Na, és aztán? Ennyi. Ennyi? Uh-huh. Jó, és akkor ha közben tüzes vassal böködnek, akkor is figyelem az érzéseimet, tudomásul veszem, és kész. És még kell gonyolodni? Szerinted a sötét szobában ettől kéne tartanom, nem? A tűzes izzóvaskon. Ez előfordulhat. De. Na jó, és mire jó? Mire jó? Hát az a lényeg, hogy magáért a cselekvésért csinál. Nem azért, mert így vársz tőle valamit. De ez azért valamire csak jó. Nem fáj tőle a fejed, vagy valamit azért okozna. Hát boldog leszel tőle, nyilván. Fú, nyilván. Ez nagyon jól hangzik. Mert ugye egyébként boldogtalan vagy? Ezt már megbeszéltük, nem? Igen. Mindenki boldogtalan. És mi van? Mivel semmi nincsen. És ezt akarsz mi? Hello, szívem. Én nem Buddha vagyok, az igaz. Koncentrálhat meg az érzéseinkre. Menj a picsába. Mi vagy ilyen negatív? Tök tákos a vécé. Zárat néztem el. Ugye? Yeah. Akkor is boldogtalan vagy, amikor... Figyelj! Mikor? Hát amikor, tudod, amikor szeretkezünk. Vagy akkor azért az boldoggá teszünk? Persze, hogy boldoggá teszünk. Tuti? Persze. Csak van az a fejezet a könyvben, ahol írja, hogy tartózkodni kell. Helyettem nem évettől, azt mondtam, nem? Helyettem nem évettől? Most ezt hogy jön? Hát, hogy nem szexelnénk. Ez most valami vicc? Csak gondoltam, kipróbálj. Baj van? Nem kívánsz engem vele? Ja. Dehogy nem kívánok. De kívánok, csak hogyha egy komolyan gondolja az ember ezt az egész meditációt, akkor... De mi is, hogyha most azt mondja a Buddha, hogy ugorjál a Dunába, akkor beleugrasz? Isten, Jézus. Nem vagy normál. És miért vagy ingerült? Nem vagyok ingerült, döbbent vagyok. Hát abban még belementem, hogy akkor jó, te nem mész el, bár szerintem semmi értelme, nem bírtam értelmezni, hogy ez miért jó, de oké, okay, legyen, elmondtad. De most már meg sem akarsz dugni. Jó, hát nem tartana sokáig. Micsoda? Meddig tartana? Két napig? Nem, mondjuk. Nem, nem. Hát úgy nem tartom. Egy évig. Te hallod, amit mondasz? Nem a világ vége. Nem. Nem vagy normális. Emberek! Haló! Nem akar megdugni a barátom. Ez minden nő álma. Hű, de boldog vagyok. Van még valami híred mára? Nem szívtam, miért szívtam volna? Kirándulni mentünk, nem figyelj, egy éve szívtam utoljára. És mi az ott?
Nem hazudok. Egy éve szívtam. Összesen kétszer szívtam életemben. Látom, érzek én miért. Igen, te most szent ember lettél nagyon, de azért mondjuk te többször szívtál, mint én. Hát most ezt tök komolyan gondolod, hogy így fog ez lenni közöttünk? Azt nem értem, hogy most nem, miért kell erről megint ráhazudni ezt a dolgot. Én itt ülök, fölvállom az érzéseimet, tök őszintén fölvállom, hogy nem akarom volna szexelni. Még mondd el pár szó. Én meg itt mi? Tudod, ha megbeszéljük, de most nem mentem. Mint egy óra múlva a buszunk, hová kell mennem? Behitálni. Könyv szerint meghatározott időbe kell. És hol akarsz itt meditálni? Nem tud várni ez egy órát? Nem megyek a múlt. Jó, klotyóban faszol a tenni. Stílusos. Ó, nem tartsuk rá, ne félj. 50 perc az egész. Ó, hát csak egy röpke 50 perc. És mi a szart vagyok pedig itt csinálni szerintem? Itt ülök türelmesen, és várom, hogy te megvilágosodjál a klotyón, nem? Vagy így képzelted? Nincs könyvem, miért lenne könyvem? Kirándulni jöttem. Hát végül kirándulás. Ez össze megmondtam, hogy legyen nálad könyv, nem? Csak a nálam van. Kell? Háború és béke. De csak a harmadik kötet. Szóval kell, vagy nem?